Második állomásához érkezett a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat. Az elsőnek a Baktaló rendházi Dégenfeld kastély adott otthont, a mostaninak pedig a kállósemjéni Kállai kúria. Az a legfontosabb célja, hogy bemutassuk a megyei értékmentésbe rejlő lehetőségeket, úgyhogy közben felvillantunk egy-egy olyan megyei értéket, amely talán az utóbbi időben nem került az értékek középpontjába, vagy esetleg korábbi sajtótájékoztatókon nem itt voltunk. Tehát mindenképpen olyan helyszínekre megyünk, amelyet szeretnénk egy kicsit jobban megmutatni, és ezáltal, hogy megmutatjuk, szeretnénk egy kis lendületet adni az értékgyűjtő, értékmentő munkának. Hiszen számos olyan érték van még, amelynek helye van az értéktárban. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében jelenleg 101 érték van, ezek közül a Kállai kúria az egyik. Ez a kúria, ez emlékeim szerint TS irodaként működött, és rettentően elhanyagolt állapotban volt 2015 előtt. 1,3 milliárd forintba került ennek az épületnek a megmentése, de jó szívvel tettük ezt, mert hogy egy olyan értéket sikerült megőriznünk az utókornak, amire igencsak büszkék lehetünk. Simon Miklós hozzátette, a fejlesztések nem állnak meg. A Kállai kúria látogató baráttá fejlesztésére több 10 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez kialakítanak egy turisztikai tengelyt is Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemjén, Máriapócs és Nyírbátor vonalon, és erre fűzik fel a térség turisztikai értékeit. Fejlesztések lesznek a Mohostónál is 2018 harmadik negyedévében. A Hortobágyi Nemzeti Park által elnyert több milliárdos pályázati összegből több 10 milliót a kezelésében álló tó rekonstrukciójára fordít. A Mohosi láp egy régebben egy természeti vízfolyás által volt utánpótlásban. Jelenleg ez egy fúrott kút által történik meg. Ennek a fúrott kútnak a kapacitása az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A szakemberek megvizsgálták a kutat, és valószínűsíthetően egy új kutat fognak fúrni azért, hogy a Mohosi lápnak folyamatos legyen a víz utánpótlása, és emellett a kút és a láp közötti szakaszon egy új csővezeték kerül kiépítésre. A sajtótájékoztatót követően megnyílt a Kállai kúria kiállító termében Mátül Péter kárpátaljai képzőművész 5-ös éve címet viselő pasztágrafika kiállítása. A 2016-ban alkotott művek a gulág táborokba elhurcolt magyar és sváb áldozatoknak állítanak emléket. Az elkészült 40 képből 20 darab tekinthető meg március 10-ig a kállósemjéni Kállai kúriában.